Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett Katona Dolog Fókuszban az Európai Védelmi Unió című kerekasztal beszélgetésen. Inotai Edit vagyok, és én fogom majd ezt a beszélgetést ma moderálni. Nagy örömmel szeretném köszönteni a nagyra becsült vendégeinket, a panelistákat, dr. Tárai Pétert, külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkárát, Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét, Szemerkényi Réka volt washingtoni nagykövetet, aki most online kapcsolódik be velünk, szintén biztonságpolitikai szakértő, illetve dr. Stauber Pétert, a CEP az Európai Unió bűnüldözési képzési ügynökségének szakpolitikáért és külkapcsolatokért felelős munkatársát. És mielőtt belelendülnénk még a beszélgetésbe, engedjenek meg néhány technikai megjegyzést. A tervek szerint a kerekasztal beszélgetés körülbelül egy óráig fog tartani, 70 percig, attól függ, hogy mennyire melegszünk bele a témákba. És ezek után szeretnénk megadni a lehetőséget a közönségnek is, hogy feltegye a kérdéseit. Miután az eseményt a Facebookon is streameljük, ezért lehetőség van arra, hogy akik online követnek minket, szintén tegyenek föl kérdéseket. Ezt a kommentek között kérjük majd elküldeni, és akkor kollégáim nekem átküldik, és én itt föl tudom tenni a kerekasztal résztvevőinek. No, hát akkor csapjunk bele, kezdjünk mindjárt a címmel. Katona dolog, ez ugye a magyar nyelvben egy ilyen vicces kifejezés. Általában arra szoktuk használni, hogyha valami nem olyan nagyon komoly, olyan sérülésekre, amiket úgy félvárra lehet venni, vagy félváron lehet venni, ami nem olyan nagyon komoly dolog. De ugye, mintha az EU is egy picit így félvárról vette volna ezt a védelmi együttműködést az elmúlt években. Most viszont, mintha valami változna, Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke legutóbbi évértékelőjében nagyon hosszan beszélt arról, hogy miért is lenne fontos egy európai haderő, hogyan kéne biztosítani a stabilitást és a biztonságot Európában. És Josep Borrell is az utóbbi időben elég sokat emlegette a gyors reagálású haderő létrehozását. Nincs tulajdonképpen ott van azért a horizonton távlatilag az európai hadsereg létrehozása is. De kezdjük akkor a realitásokkal. Arról nincsen sok vita, hogy az Európai Uniónak meg kellene erősíteni a védelmi képességeit, különösen miután az Egyesült Államok egyre inkább Ázsia felé fordul. De mennyire tud vajon az Európai Unió függetlenedni az Egyesült Államoktól, és mi lehet a NATO jövője ebben az egész egyenletben? Egyáltalán az európai haderő, ha valaha létrejön, a NATO mellett, vagy azon belül jönne létre? Tárai Pétert kérdezem erről. Köszönöm szépen, és tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket itt az Európai Unió képviseletén, illetve akik online követik a mostani beszélgetést. Ez a feltett kérdés, azt hiszem, hogy ez egy egész éjszakáig tartó beszélgetést indukál, mert rendkívül bonyolult az európai védelem jövőjével kapcsolatos vita. Azt látjuk, hogy történeti szempontból az európai közösségek kezdetétől fogva átszövi az egyeztetéseket, hogy kellene valamilyen védelmi szárny. Ez többször elbukott, és elsősorban azért, mert a tagországok szuverenitása az felülírta az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Viszont az elmúlt 15 évben egy nagyon komoly intézményi fejlődésnek indult ez a terület, és már azt gondolom, hogy elég messzire eljutott. De hogyha arról beszélünk, hogy legyen európai hadsereg, legyen európai stratégiai autonómia, akkor azt hiszem, hogy óvatosan kell fogalmaznunk, mert senki nem definiálta eddig azt, hogy mit jelent, ez meddig megy el ez a stratégiai autonómia, és ez hogyan viszonyulna adott esetben a washingtoni szerződés, vagy a NATO-t alapító szerződés 5. cikkéhez, a kollektív védelemhez. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy az európai képességek kiegészülve az amerikai katonai képességekkel alkalmasak arra, hogy egy bármilyen irányból jövő, bármilyen jellegű fenyegetés ellen hiteles elrettentést biztosítsanak. Tehát az amerikai erők nélkül az európai katonai potenciál erre nem alkalmas. Viszont az is igaz, hogy az európai védelmi képességek fejlesztése az nagyon is egy hasznos dolog és egy jó irány, ugyanis elképzelhetőek, és ma is vannak olyan kihívások és fenyegetések, amelyekkel szemben a
NATO, mint olyan, vagy az Egyesült Államok nem akar konkrétan fellépni, ha viszont megvannak Európában a képességek, akkor alkalmasak vagyunk arra, hogy a saját érdekeinket, és itt elsősorban a déli kihívásokra, migráció, terrorizmus, tengerek biztonsága, stb. Ilyenekre gondolok, hogy ezekkel kapcsolatban az EU önállóan is fel tudjon lépni műveletekben. Tehát stratégiai autonómia helyett én inkább műveleti autonómiát használnék. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez az egész stratégiai autonómia, védelmi unió kérdés mondjuk Washingtonból, Szemerkényi Réka. Mennyire partner még Európa az Egyesült Államok számára? Mennyiben rivális? Hogy látják ezt Washingtonból? Örülnek neki, hogy az Európai Unióban ismét napirendre került a védelmi politika, vagy a védelmi unió, védelmi együttműködés kérdése? Nagyon örülök, hogy tudunk ma ezekről a kérdésekről együtt beszélgetni, mert azt gondolom, hogy a transatlanti kapcsolatrendszerben egy nagyon fontos pillanatban vagyunk, amikor egy sor alapvető kérdést gondolunk újra, és próbáljuk elrendezni úgy a kapcsolatokat, hogy egy olyan jövőbeli helyzetre felkészülünk, ami nyilvánvalóan elemzések kérdése, hogy mi is lesz az, és hogyan is fog kinézni. Tehát nem a múltról beszélünk ma már a transatlanti kapcsolatrendszerben, nem is csak a jelenről, hanem arról a jövőről, a közel jövőről, amire fel kell készülnünk. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon jelentős fejlődésen ment át Washington az elmúlt 20 év során, 25 év során. Már ez nem egy új dolog, tehát ez nem most kezdődött egy fél éve vagy egy pár évvel ezelőtt. Ez egy olyan trend, aminek a jelei már politikai nyilatkozatokban is kézzelfoghatóak voltak az elmúlt két és fél évtized során, ami arról szól, hogy Washingtonnak szüksége van és értékeli a valódi partneri kapcsolatot a transatlanti kapcsolaton belül. Szüksége van olyan szövetségesekre, amelyekkel együtt tud működni, adott esetben nemzetközi feszültségek kezelésében, és ennek a jele az, hogy figyeli, hogy mennyi a honvédelmi költség, vagy a védelmi költségvetés része a GDP-n belül, az egyes tagállamokon belül. Ennek jele az, hogy hogyan próbálnak stratégiai kérdésekben közös elemzéseket, közös alapokat teremteni. Tehát ennek azt gondolom, hogy számtalan jele van, amik érzékelhetőek kellenének legyenek. Egy kicsit azt gondolom, hogy a kapcsolatrendszer kiegyensúlyozatlan ebből a szempontból, mert hosszú ideig inkább az európai oldalról nem vették ezt komolyan, mint amennyire nem Washington gondolta. Tehát azt gondolom, hogy Washington gondolta komolyabban ezt, és volt egyfajta bizalmatlanság, egy nem megértése ezeknek az üzeneteknek európai oldalról, de az, hogy egy olyan transatlanti kapcsolatrendszerről beszélünk, amelyben valódi képességeket kell tudni közösen használni és átgondolni, és közös kihívásokra szeretnének Washingtonból is közös válaszokat találni. Ezt szerintem ez kézzelfogható. Demko Attilától kérdezném, hogy mik voltak azok az aktuál politikai események, amelyek indukálták azt, hogy Európában most egyre inkább szóba kerül a közös védelmi képesség megerősítése, például az afganisztáni kivonulás, vagy más dolgok esetleg hozzájárultak-e ahhoz, hogy az európai államok most úgy érzik, hogy hát Amerika egy picit magára hagyta Európát, vagy Amerikának az érdekei kicsit máshol vannak most? Szerintem ez korábban kezdődött már. Ha megnézzük a Trump adminisztráció egyes megnyilatkozásait, már azt keltett némi bizalmatlanságot Európában azt illetően, hogy Amerika mennyire akar európai hatalom maradni. Utána volt egy nagy megelőlegezett bizalom a Biden adminisztrációnak, és erre jött az Európával finoman szólva sem koordinált afganisztáni kivonulás, ami nem sikerült túl jól. Tehát ebből a szempontból van egy európai meglepődés. Bizonyos országokban, én azt hiszem, főleg a keleti tagállamokban talán még félelem is. Most itt elsősorban a kicsikre, tehát a baltiakra utalok, vagy olyan országokra, amelyek nem EU tagok, de erre igyekeznek például Ukrajnában. Van egy adott félelem, hogy az Egyesült Államok elkötelezettsége mennyire erős Európa, vagy ez esetben Ukrajna iránt. Ez abszolút létezik. Az más kérdés, hogy amikor arra mennének el, vagy amikor végig gondolják az európaiak, hogy ez mibe kerülne nekik, akkor ott a lelkesedés az mindig elkezd csökkenni, és ezt láttuk már többször.
ugyanis az Egyesült Államok még a nagy európai országoknál is, tehát Franciaországoknál is közel kétszer annyit költ GDP arányosan. Tehát nem az abszolút számokat illetően, amik aztán végképp sokkal nagyobbak. Tehát nagyon szép úgy stratégiai autonómiáról értekezni, hogy számos nagy európai ország nem úgy 2%-ot, de 1% felett költ, vagy Ausztria 1% alatt van itt mellettünk. Európa egyik leggazdagabb országa gyakorlatilag egy biztonságpolitikai szempontból fogalmazunk, hogy nem sokat tesz hozzá a kontinens előre meneteléhez. Tehát ez a probléma. Van egyrészt egy meglepődés, van egyrészt egy félelem is, mondom, egyes országokban, de amikor majd az lesz a kérdés, hogy a jóléti kiadásokat, vagy esetleg a klímaváltozás elleni küzdelem kiadásait vágjuk meg, és a hadsereget építsünk, akkor szerintem a lelkesedés egy picit csökkenni fog, és újra Washington fele fognak nézni számos európai fővárosban. Stauber Pétertől kérdezném, hogy ugye hát most Washingtonról, az Egyesült Államokról sokat beszéltünk, de van itt még egy ország, amelyik kivált az Európai Unióból, Nagy-Britannia. Nélkülük egyáltalán el lehet-e képzelni közös védelmi politikát Európában? Mi volt a britek szerepe, és mi az, amit esetleg tovább tudnak folytatni így az Európai Unión kívül is? Hát nem tudom, hogy lehet-e, de muszáj, hiszen Nagy-Britannia kilépett, tehát ez tény. Más kérdés, hogy együttműködni is muszáj lesz velük. Tehát én úgy gondolom, hogy meg fogják találni azokat a formulákat, ahogy például a szűkebb szakterületemen a rendészeti együttműködésben megtalálták azokat a formulákat, hogy Nagy-Britannia például az Europol együttműködésben azért benne tudott maradni, és azt a megkerülhetetlen szerepet, amit például a terrorizmus elleni küzdelemben betölt, ha nem is 100%-ban, de azért nagy részben tovább tudják vinni az európai együttműködésben, tehát valami hasonlóra számítanék itt is. Kreatív tud lenni a brüsszeli adminisztráció, ha arról van szó, hogy egy ilyen feladványt meg kell oldani. Nyugodtan lehet reagálni. Sztárai Péter. Egy kiegészítést tennék, mert amiről Demko Attila beszélt, az szerintem egy nagyon fontos elem, tehát hogy a transzatlanti viszonyban a bizalom pillanatnyilag milyen fokú, és ő említette az afganisztáni kivonulást, ami a úgynevezett effektív multilateralizmusnak az egyik viccététele volt idén nyáron, tehát azáltal, hogy egy oldalon jelentették be, azt gondolom, hogy egy nagyon sok ország elgondolkodott azon, hogy a jövőben, a közös műveletekben hogyan lehet majd bizalommal fellépni együtt. De volt még két esemény, ami szerintem az európai szövetségeseket erősen elbizonytalanította. Az egyikre talán volt utalás, ez a bizonyos megállapodás Ausztráliával, ahol a franciák maradtak hoppon. Legnagyobb meglepetésükre és nem belük köttetett meg az a bizonyos nagyszabású tengeralattjáró és egyéb védelmi kérdéseket lefelő megállapodás. Itt is az volt, hogy nem volt előtte egyeztetés, nem volt szövetségesi információ megosztás, aminek az lett az eredmény, hogy nagyon komoly bizalmi válság alakult ki. És hozzátennék még egy elemet szintén ezen a nyáron, amikor a németek tulajdonképpen megállapodtak Washingtonnal és Moszkvával az északi áramlat 2 üzemeltetéséről. Itt volt egy háttérmegállapodás. Én nem akarom minősíteni, mert a magyar kormány semleges ebben a kérdésben. Azt gondoljuk, hogy mindenkinek a szuverenitásának a része, hogy az EU szabályokkal összhangban hogyan oldja meg az energiaellátását. De ez is elbizonytalanított néhány tagországot, elsősorban a keleti végeken. És ez a három együtt már egy nagyon komoly csomagot alkot ahhoz, hogy ezt most majd újjá kell építeni. Tehát szerintem ez fel fogja erősíteni az európai szándékokat arra, hogy minél jobban felgyorsítsuk az európai védelmi képességek fejlesztését, és azt a bizonyos autonómiát szélesítsük. Egy picit visszatérnék még Szemerkényi Rékához, itt szó volt a bizalmi kapcsolatok kicsit megrendüléséről. Ezt érzékelte Washington egyébként, hogy az afganisztáni kivonulás, a tenger alatt járó beszerzés, ezek olyan ügyek voltak, amik itt azért érzékenységeket sértettek Európában, és bizonyos szempontból azért aláásták azt is, hogy a jövőben hogyan számíthat Európa az Egyesült Államokra. Volt egy ilyen szembesülés ezzel, vagy ez igazából nem fontos nekik, mert most nem Európa van a fókuszban? Nagyon érdekes volt ez az elmúlt időszak, innen nézve, mert egy sorozat olyan helyzetet láttunk, amelyben iszonyatosan éles belső viták jellemezték Washingtont. Tehát az a
És egy somás megállapítás, ami néha a nemzetközi sajtóban is megjelenik, hogy Amerika mit lép, vagy merre megy, vagy mi az amerikai közvélemény, azt nem lehetett érzékelni közelről. Egy óriási belső vita, belső kritika övezte ezeket a döntéseket. Nagy belső és nem republikánus demokrata vita volt összességében, csak már például az említett északi áramlat 2-es döntéssel kapcsolatos lépés sem. Az egy demokrata párton belüli hatalmas feszültséget keltő lépés volt, ami megosztotta a, majdnem, hogy azt kell mondjam, megosztotta a demokrata pártot, megosztotta a szakmai közvéleményt Washingtonban, és a stratégiai elemzőknek a nagy része ezt nagyon negatívan látta, tehát sokkal közelebb ahhoz az európai állásponthoz, amelyre Sztáray Péter is utalt. Nagyon hasonló volt az afganisztáni kivonulás megítélése. Ott is azt gondolom, annak a döntésnek az érlelése már folyamatban volt, hogy kell lezárni az afganisztáni missziót, hogy ki kellene onnan vonulni, hogy ez mit jelent, hogyan kell ezt máshogy kell továbbvinni, ez hogy benne volt a levegőben. De a konkrét kivitelezése az nagyon-nagyon erős belső vitákat vetett föl, ismételten, magán a demokrata párton belül is, a kongresszusi képviselőknek jelentős része demokrata oldalról kritizálta a saját adminisztrációját, tehát nincsen egy egységes amerikai állás. Nem arról van szó, azt gondolom, ami a lényeg, hogy ezt Washingtonban mindenki, minden elkövetett európaiak által hibának és transatlanti kapcsolatot gyengítő lépésnek érzékelt döntés mögött egy egységes amerikai meggyőződés van. Korán sem így van. Azt gondolom, hogy nagyon erős belső vita van, és bizonyos szempontból ez amúgy nagyon jót is tesz ennek a transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatos vitának, hiszen Washington is sokkal nagyon jobban lehet látni, hogy mennyire mélyen érzékelik ezeket a negatív következményeket, a bizalom megrendülését Washington irányában, mennyire súlyosnak látják ezt, és hogy ezt mennyire próbálják feldolgozni, illetve kilépni ebből a negatív sorozatból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy izgalmas és nagyon fontos elemzés sorozat után vagyunk, meg közepén is vagyunk, hiszen ez folytatódik. De ezt valamennyire azért talán lehetett látni szerintem kívülről is, hiszen már csak ennek a két legutolsó lépésnek is a kommentálása szintjén is olyan éles belső vita különbségek jelent, olyan nagy feszültségek jelentek meg, amelyeket azért régen láttunk már külpolitikai kérdésekben ennyire erősen amerikai oldalról. Tehát ez akár még jól is alakulhat, ez egy tanulási folyamat valószínűleg mindkét oldalán az Atlanti-óceánnak. De menjünk tovább. Ebben nagyon fontos az európaiak reagálása, hiszen valóban például az, hogy az európai vélemények arról, hogy az helyes lépés volt, vagy nem volt helyes, hogy ez miért hibás, miért okozza a transatlanti kapcsolat gyengülését, ezt nagyon erősen lehetett érzékelni Washingtonban. Tehát ebben egy nagyon fontos párbeszéd indult el, amiben az európai vélemények meghatározóak voltak. Köszönöm. Beszéljünk most egy picit a konkrétumokról. Ugye Joseph Borrell többször is emlegette ezt az úgynevezett gyors reagálású európai hadtestet, most körülbelül 5000 főről beszélnek, volt már ez 10000 fő is, de eddig ezeket az ötleteket általában nem sikerült megvalósítani. Mi változott, és mekkora a realitása annak, hogy ez most megvalósul? Ezt kérdezném Demko Attilától, és aztán majd megyünk tovább, az európai törésvonalakról is szeretnék beszélni ebben a kérdésben, de Demko Attila, ön szerint mekkora a realitása annak, hogy most egy ilyen helyzetben mondjuk létre tud jönni ez az európai hadtest, és ha igen, akkor mondjuk körülbelül milyen határidővel? Hát ugye már eddig is voltak, vannak battlegroupok, harccsoportok, tehát az más kérdés, hogy nem nagyon alkalmazzuk őket. Ugye nagyon komoly, ugye amikor, tehát lehet olyan szinten megközelíteni a kérdés, hogy persze ez nem tűnik soknak, egy 5 vagy 10 000 ember, de amikor odarakjuk mögé a logisztikát, van-e az Európai Uniónak megfelelő logisztikája, milyen költségből, milyen pénzből fedezzük, tehát közös költségből,
hova menjen. Ugye az egész problémának a gyökere az, hogy nincs egy közös stratégiai vízió arról, hogy melyek a legfontosabb, legnagyobb fenyegetések Európa számára. Tehát lehet itt bármit létrehozni, hogyha a tagállamok nem ugyanúgy látják a fenyegetéseket. És én ezért vagyok egy picit pesszimista. Tehát én is azt gondolom, hogy sok tekintetben fejlesztenünk kell az európai védelmet, és fejlesztenünk kell a közös, az együttműködési képességeket. Ugye Európában sokkal több fegyverrendszer van, mint amit az Egyesült Államok használ. Sok ország más harckocsit használ, más vadászgépet használ. Tehát itt azért nagyon komoly kompatibilitási problémák vannak, még úgy is, hogy a NATO tagok között azért van egy erőteljesebb kompatibilitás, de nem csak NATO tagok az Európai Unió tagországok, tehát vannak nem NATO EU tagországok is. De a fő kérdés, az még, én azt gondolom, az ezzel kapcsolatban. Nem az, hogy létre tudunk-e hozni, mert persze, hogy létre tud Európa hozni akár egy pici közös haderőt is, egy ekkora alakulatot mindenképpen, ami állandóan is tudna bárhova menni. Kérdés az, hogy ki tudunk-e egyezni abban, hogy hova menjünk és mit csináljunk. Tehát amíg mondjuk Spanyolország vagy Portugália az Atlanti-óceán, Afrika fele néz, addig Észtországnak egyetlen egy gondolata van, ami az egész látómezejét betölti, az egy nagy ország Észtországtól keletre, úgy hívják, hogy Oroszország. És azt mondanám, hogy egy sokkal nagyobb országnak, Lengyelország az egy európai középhatalom, Lengyelországnak is szinte egyetlen egy gondolata van, Oroszország. Na most egy nagyobb afrikai misszióra kellene mondjuk kiküldeni 5000 európai, 10000 európai katonát, akkor nem biztos, hogy ők úgy látnák, különösen ugye keleten a helyzet az fokozódik, hogy ebbe bele kéne menni. De nem biztos, hogy Franciaországnak, vagy Spanyolországnak, vagy Portugáliának, ugye nemrég láttuk, hogy egy Spanyolország egy városát, Ceutát megrohamozta 8000 migráns. Nem biztos, hogy számukra ugyanez a fontos. Tehát itt valós fenyegetések vannak gyakorlatilag minden fronton, délen, legalábbis délen és keleten. Mikor lesz ebben meg egyezés. Tehát én ezért vagyok egy picit szkeptikus, amellett, hogy abszolút egyetértek Sztárai Péterrel, hogy fejlesztenünk kell a képességeket, mögé is kéne rakni a pénzt, tehát már akkor egy picit előrébb tartanánk, ha mondom, néhány komoly európai ország nem az 1%-hoz költene, tehát nem 1% körül költene a hadseregére, hanem inkább 2-3% körül. Szóval ezek nagyon komoly dilemmák. Stauber Péter, menjünk tovább. Itt hol húzódnak ön szerint a főbb törésvonalak Európában, és egyáltalán mire tudna koncentrálni ez a védelmi együttműködés? Ugye itt is vita van, hogy mondjuk belül Európában orvosoljuk a problémákat, mindjárt itt van a Balkán, a boszniai helyzet, ez egy aktuális példa, ahol azért ismét úgy tűnik, hogy az amerikaiaknak kell egy kicsit odaszólni a boszniai szerbek vezetőjének. Mire van egyáltalán, vagy mire lenne egyáltalán kapacitás reálisan? Belül Európában, a határok mentén, vagy esetleg távolabbi missziókra is lenne majd előbb-utóbb kapacitás? Én úgy gondolom, hogy a kérdés első felét tulajdonképpen Demko Attila megválaszolta, nagyon plasztikusan érzékeltette a tagállami álláspontok közti különbségeket, és ebből a szempontból én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Borrell főképviselő által néhány héten belül asztalra teendő stratégiai iránytűben végül is mi lesz. Mert hogy ennek kellene lenni annak a közös nevezőnek, amiben ez a sok különböző szempont szintetizálódik, és hát a legutóbbi nyilatkozatok szerint erről decemberben a legmagasabb szinten tárgyalni akarnak, tehát feltételezem, hogy már egy előre haladott állapotban van. A második felére reflektálva, itt idéznék, ugye Edith az elején említette von der Leyen asszony State of the Union beszédét, és akkor is szóba került Borrell főképviselője, most egy harmadik uniós vezetőt, Charles Michelt citálnám, aki tegnap egy berlini konferencián mondott beszédében szintén kitért a védelmi együttműködés kérdésére, és két vetületet domborított ki ebből, tehát az én értelmezésemben ezek lesznek a közeljövő prioritásai. Az egyik a kibervédelem, a másik pedig az űrben való védelmi együttműködés. Nem tudom, hogy ezt magyarul hogy lehet szépen mondani. És külön aláhúzta, hogy nem annyira, legalábbis rövid távon, nem annyira európai hadseregben, mint képességekben kell gondolkodni. Tehát számomra úgy tűnik, hogy közeljövőben ez lesz meghatározó.
A földrajzra tekintettel pedig hát az európai biztonsági stratégiai gondolkodás azért alapvetően ilyen koncentrikus körökre épít, tehát az Európához földrajzilag közeli régiókból indul ki, és úgy gondolom, hogy ezek lesznek a primer cselekvési területek. Szerintem Sztárai Péter biztosan szeretne ehhez még hozzászólni, és még annyival megbonyolítanám a kérdést, hogy vajon a határvédelem ide tartozhat-e? Tehát az egyfajta védelmi kihívás Európa számára, és ha igen, akkor arra vannak elképzelések? Igen, én egyetértek azzal, hogy van egy funkcionális tere ennek az egésznek, és a kibertér az pont egy olyan horizontális funkcionális elem, ami mindent át fog szőni a jövőben. Hogyha egy új konfliktus kialakul, ott az első lépések valószínűleg a kibertérben fognak megtörténni, mert ezeken keresztül le lehet bénítani műholdakat, le lehet bénítani egész rendszereket, és utána indul meg majd a hagyományos értelembe vett összecsapás. Ne adj Isten, hogy így legyen, csak azt gondolom, hogy talán nem tudatosul bennünk eléggé, hogy ez mennyire fontos elem, és műveleti terület lesz. Tehát nem a tankok fognak megindulni így első menetben? Megpróbálnak elindulni, de hogyha előtte mondjuk a GPS rendszerüket kiiktatják, vagy az egyéb elektronikájukat, akkor lehet, hogy nem is tudnak elindulni. Szóval érdekes új világ felé indultunk el. És azt nem tartom valószínűnek, hogy létrejöjjön egy állandó európai hadsereg a belátható jövőben, mert az olyan óriási költséggel járna, és olyan lekötöttséget jelentene a kicsi nemzeti haderőknek, hogy nem gondolom, hogy ez a valószínű irány. Persze nem is határoztuk meg, hogy mi az európai hadsereg, mert ez úgy is elképzelhető, hogy vannak kijelölt erők, amik rövid időn belül képesek arra, hogy megjelenjenek együtt valahol, és ott megfelelő interoperabilitási szinttel, tehát együttműködési képességgel végre tudjanak hajtani meghatározott feladatokat. Tehát ez szerintem ez, ami inkább valószínű, de itt is azt mondom, hogy a funkcionális, horizontális kérdések meghatározóak lesznek. És a határvédelem, amit említett, ott pedig ma is látható már, hogy egyre nagyobb szerepe van az egyes nemzeti haderőknek, hiszen nem győzik a rendőri és a határőrerők ezeknek a problémáknak a kezelését. És nagyon érdekes az, hogy milyen nagyobb, hosszabb távú hatása lesz a fenyegetettség értékelésre, hogy most keletről is megjelent a migrációs kérdés, és eddig valóban a lengyelek és a baltiak kevésbé voltak erre érzékenyek, míg mi meg elsősorban erre voltunk érzékenyek. Most egy egész furcsa módon, hogy a Fehér Oroszország felől megjelent egy nagyobb tömeg, ez azt gondolom, hogy ez egy kicsit árnyalni fogja a gondolkodást, és nem csak a NATO-ban, de az EU-ban is, hiszen amit eddig elutasított például az Unió, hogy erre központi költségvetési eszközöket szálljon a fizikai határvédelemre, úgy érzékelem a nyilatkozatok alapján, hogy ebbe például egy változás indult meg. Stauber Péter szeretne erre reagálni. Igen, belügyi tapasztalatból kiindulva annyit szeretnék hozzátenni, hogy a határőrizet, határigazgatás az a szerződések felől nézve is jelenleg rendészeti belügyi kérdés úgy szabályozott. Valóban számos tagállamban nálunk is a fegyveres erők, mármint a hadsereg egyre nagyobb szerepet vállal ebben, de élőerő és bizonyos technikai képességek biztosítása révén, de úgymond a rendőrség a határrendészet irányítása alatt. Tehát amikor van egy közös rendőr-katona járőr a határon, akkor azt a rendőr vagy határőr más országokban vezeti. Itt visszautalnék arra, hogy Magyarországnak például, amikor a csatlakozási tárgyalások folytak, nekünk egy csatlakozási feltétel volt, hogy az akkori határőrséget, ami ugye kettős belügyi és honvédelmi irányítás alatt áll, demilitarizáljuk, tehát átalakítsuk egy tisztán rendészeti szervezetté. Úgyhogy ebben van egy több évtizedes viszonylag konzekvens irány az Unióban, hogy a határőrizet az rendészeti és nem védelmi kérdés. Természetesen, hogy az új kihívások ezen az irányon módosítanak-e, jövőre nézve semmit nem tudnék kizárni, de jelenleg ez a helyzet.
Szemerkényi Rék, hát kérdezném, itt Tárai Péter említette már a kiber kihívásokat. Ugye ez a jövő egyik nagy kérdése, hogy hogyan tudjuk megvédeni az infrastruktúránkat, a különböző rendszereinket a kibertérből érkező támadásoktól. Itt mennyiben számít az Egyesült Államok Európára? Mennyire lehet egyáltalán egy hatékony kibervédelmet létrehozni külön-külön Európában és az Egyesült Államokban, vagy ez csak együtt fog menni? Nem, nagyon, ez egy nagyon érzékeny és nagyon kiemelt területe a stratégiai biztonságpolitikai gondolkodásnak. Azt gondolom, ez nagyon helyes, hogyha előtérbe is kerül, és miután, hogyha bármikor, amikor az európai biztonságpolitikai védelmi katonai együttműködésről beszélünk, sok mindent el lehet mondani, de valóban az a helyzet, hogy rendben van minden, csak a nyaka véres, ugye senki nem ért egyet semmiben a stratégiai kihívások kapcsán. Tehát gyakorlatilag az alapja, ami biztonságpolitikai szempontból a kiinduló pont kellene legyen, egy helyzetfelismerés, egy stratégiai elemzés a fenyegetésekről, a nemzetközi fejleményekről, egy közös álláspont, na ez az alap, ez végképp nincs is, és nincs is meg, és nem is látszik, hogy ez elérhető lenne. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon ingoványos talajon vagyunk. Éppen ezért egy olyan konkrét, közvetlen fenyegetés, ami valóban mindenkit azonnal elsőre érinteni fog, és súlyt, függetlenül attól, hogy amúgy mit gondol a világ nagy kihívásairól, az a kiberbiztonság területe, illetve ezek a disruptív technológiák, amelyek valójában képesek arra, hogy teljesen átrendezzék az esetleges katonai, de még egy védelmi általánosabb konfliktus menedzselésének is a lehetőségét. Tehát valóban egy olyan fenyegetés és olyan külső nyomás ez, ami minden európai tagállamot, minden és az Egyesült Államokat az Atlanti-óceán túlsó partján is mindenkit ugyanolyan súlyosan érint. Tehát ez lehetővé kéne tegye, hogyha ezt méltóképpen stratégiai prioritásként kezeljük, hogy elinduljon egyfajta együttműködés, ami segíthet egy közös akció, egy közös stratégiai koncepció kialakítását és konkrét együttműködést. Ebben ugyanis a kiberbiztonság kérdésében nagyon komoly együttműködési próbálkozások voltak az elmúlt évtized során, tehát van egy komoly tapasztalatunk arról, hogy mi működik, mi nem működik, hogy minek milyen kihívásai vannak, hogy mit jelent kiberbiztonsági standardok megállapítása például, vagy együttműködési best practice-ek, jó gyakorlatoknak a haszna egy másik ország területére, vagy egy régión belüli együttműködés mennyire segítheti az egyes tagállamoknak is a kiberbiztonsági helyzetét. Tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben mindenképpen érdemes előre menni, és azt is lehetővé tesz, hogy ne kelljen megvárnunk azt a, nem tudom, jövőben valaha elérhető álláspontot, hogy valóban legyen egy stratégiai gondolkodás, ami az Európai Unió államait összeköti, és nem szétfele húzza. Demko Attila, hogy áll most Európa egyébként így a kibervédelem terén? Én azt gondolom, hogy ezen a területen sem Európa a vezető a világban. Hogyha megnézzük, hogy Oroszország vagy Kína mekkora erőforrásokat fordított a területre, és ugye ők egységesen egy irányba tudnak erőforrásokat fordítani, akkor láthatjuk, hogy az Egyesült Államok mellett alapvetően ezen országok a vezető hatalmak a kiber téren, illetve hát vannak nagyon erős országok, még Izrael is egy rendkívül erős szereplő a területen. Ezzel nem azt mondom, hogy ne lennének olyan európai országok, amelyek kifejezetten komoly teljesítményeket nyújtanak, de hát vannak azért információim az iparágból, hogy mondjuk Németországot keresztül kasul járják, különösen a német ipart a kínaiak, ugye ipari kémkedés, ez nem feltétlenül, tehát a kiberben nem feltétlenül csak egy disztruktív dolog lehet, mondjuk lekapcsol valaki egy erőművet, nyilván az már a hadviselésnek egy formája lenne, tehát az már effektíve támadásnak is lenne minősítetlen, egész egyszerűen hírszerzés, információszerzés,
És szerintem itt is van Európában egy jelentős naivitás. Tehát én szinte minden fronton még mindig azt látom, hogy az európaiak naivan közelítik meg a biztonság kérdéskörét. És nem feltétlenül csak a bizottságról beszélek, hanem az átlagpolgárokról is, vagy nem az EU intézményeiről, bár ott is megvan ez a naivitás. Míg azért az Egyesült Államokban jóval inkább a földön járnak, a kínaiak meg az oroszok megmondom alkalmazzák ezeket az eszközöket, bár azt nem zárom ki egyébként, hogy az amerikaiak is megfelelő mennyiségben próbálják megszerezni az európai ipari és technológiai titkokat, de hát a kínaiakról konkrét információnk tömkelege van, hogy és a németek máig nem veszik még megfelelő komolyságra, és ugye a német ipar az, ami a legtöbb, hogy úgy mondjam, információval rendelkezik, ugye legerősebb ipar lenne Európában, tehát ezen a téren mindenképpen változtatni kéne. És persze a kemény fenyegetések, tehát a hagyományos fenyegetések területén is sokkal sötétebb a kép szerintem annál, mint amit az európai, úgymond mainstream magá elképzel. Tehát itt az igazi nagy kérdések lassan kezdenek már nagyon, hát úgymond negatívak lenni. Sztárai Péter szeretne erre reagálni. Tényleg naívak vagyunk? Illuzorikus világban élünk itt Európában? Hát igen, azt gondolom, hogy igen. És nagyon sokat mondó az, hogy aki volt EU ülésen, bármilyen ülésen, és körbenézett, mindenkinek ott van a laptopja, a telefonja, írja a jelentést közbe, az okosórán, a NATO-ba, kint kell hagyni minden ilyet a termekben, nem lehet bevinni, tehát ott már azért egy elég komoly hozzáállás van ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy elemi érdekünk lenne, hogy akár az EU-ba, akár a NATO-ba, hogy ezt komolyan vegyük, másrészt szorosabb már váljon az együttműködést. De van egy komoly gát, és ezt Attilával korábbi beosztásunkban Brüsszelbe tapasztaltuk is, és ez pedig pontosan az, hogy a fejlettebb képességekkel rendelkező szövetségesek például, azok szuverenitási és egyéb okokból óvakodnak attól, hogy nagyon megosszák a tudásukat a többi szövetségessel. Tehát emiatt a NATO-val például nem sikerült egy nagyon szoros kiber együttműködést eddig kialakítani. Van egyfajta együttműködés, de nem tudtunk áttörni bizonyos pontot, pont azért, mert az egyes tagországok annyira féltve óvják a saját titkaikat, mert attól tartanak, hogy a gyengébb láncszemeken keresztül kikerülhetnek ezek a titkok. Igen, hát itt azért muszáj azt hiszem megemlíteni, hogy itt Magyarországot is szokták említeni, olykor, mint gyengébb láncszemet, és Ausztriát is, ahol azért az orosz hírszerzés elég hatékonyan működik, de nyugodtan cáfolja meg, és biztosítsa minket arról, hogy ez nincs így, de én több helyről ezt hallottam, hogy azért Magyarország az nem tartozik a legerősebb téglák közé ebben az együttműködésben. Ez egy kicsit átpolitizált téma, és még ha megnézzük, hogy a WikiLeaks hogy történt, meg Amerikában milyen hatalmas kiszivárogtatások voltak, akkor azt gondolom, hogy mindegyik országban vannak problémák. Tehát nincs tökéletes a rendszer, ráadásul a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a rablópandúr játékban mindig valaki egy kicsit följebb lép, de igazából épp, hogy utoléri az egyiket, akkor már rögtön van egy új képesség, amire megint nincs fölkészülve. Tehát ez egy, de az biztos, hogy a tudatosságot nagyon kéne fejleszteni, és sokkal komolyabb együttműködésre van szükség. Egy kicsit szerintem beszéljünk akkor a bizalomról, mert azért az együttműködés alapja mindenhol a bizalom. Szemerkényi Réka, hogy állunk a bizalommal Európa iránt az Egyesült Államokban, mennyire van meg a bizalom, illetve vannak-e olyan országok, amelyekben jobban megbíznak, amelyekben kevésbé, van-e kedvenc? Nyilvánvalóan van egy nagyon erős bizalmi válság, azt gondolom sok szempontból a transzatlanti együttműködésben, ami nem kis részben vezethető vissza arra, amit az előbb naivitásnak neveztünk, de valójában ami meghatározza Európát, egy alapvető vakság a stratégiai helyzet felismerésre. Tehát gyakorlatilag nincsen stratégiai elemzés olyan mélységben, amennyire az lekövetni a világ változásait, és nincsen olyan fajta stratégiai gondolkodás, amiben partnerként lehetne leülni amerikai, európai vagy össz-NATO-s kereteken belül, végig elemezve a nemzetközi változásokat. Olyan gyermekded alapokon állnak a külpolitikai döntések, hogy szinte érthetetlen, hogy lehet ennyire komolytalan gyakorlatilag az európai országok sorozatának a nemzetközi kérdésekről alkotott véleménye, vagy az ezeken alakuló külpolitikai döntéshozatala.
És ez azt gondolom alapvetően ellehetetleníti azt, hogy mélyen lehessen elkezdeni felépíteni egyfajta stratégiai együttműködést, hiszen valóban számtalan, nincs is olyan helyzet, nincs olyan intézmény, amely ne lenne folyamatos kibertámadás célpontja. Tehát gyakorlatilag ez egy napi szintű jelenség, egy olyan helyzet, amire vagy egy nagyon szigorú rendszer felépítésével fogunk megpróbálni tudni együtt válaszolni, vagy elvesztünk, mert gyakorlatilag még egy védelmi rendszerekkel fölépített ország is, mint amilyen azért mondjuk ebben a transzatlanti összehasonlításban az Egyesült Államok, még ott is vannak sikeres támadások nyilvánvalóan, tehát valóban ez egy teljes mértékben a kivételtelen helyzet, ezt a kiberbiztonsági konferenciákon szoktuk mondani, hogy kétféle ország, intézmény, kormány, szervezet van a világon kibervédelem szempontjából, olyan, amelyet már megtámadtak és sérthetőnek bizonyult, és olyan, amelyik nem tud róla. Beszéljünk egy picit az Európai Uniós döntéshozatalról, mert ugye azt szokták mondani, hogy még a külpolitikában is nehéz közös döntést hozni, ugye egy hangú döntésre van szükség, akkor hogyan lehet majd a védelmi politikában közösen dönteni, hogyan lehet majd esetleg bevetni egy gyors reagálású hadtestet, ugye a nevében is benne van, azt gyorsan kell bevetni, tehát nem lehet nagyon hosszan ülésezni, tanácskozni. Mennyiben szuverenitási kérdés ez a közös védelmi politika, Demko Attila? Hát, ha van szuverenitási kérdés, akkor az a hadsereg az. Tehát nagyon nehéz a kérdés. Szerintem én a Sztárai Péterrel értenék egyet, hogy rövid távon is, most a rövid távot azt mondom, hogy 20-30 év azért ezen a területen nagyon nagy előrelépést pont emiatt, hogy ez egy alapszuverenitási kérdés, elérni nem nagyon lehet. Az más kérdés, mondom, hogy kell többet tenni, és lehet is többet tenni. Most egy kicsit másfele elveznék el, tehát lehet többet tenni például a hadipari együttműködésben. Tehát Európának volt egy komoly hadipara, meg még van is. Ha megnézzük, hogy az Airbus az így versenyképes, úgyhogy összeálltak több nagy európai állam cégei egybe, az egy nagyon jó dolog. De ugyanezt meg lehet tenni más területeken, ami megint csak nehéz egyébként. Egész egyszerűen azért, mert minden ország védeni a saját hadiparát, de ettől függetlenül ez egy olyan terület, ahol találkozhatnak az érdekek. És ez egy alap lehet. Tehát amikor van hadiparunk, van egy felépített hadipar. Mondjuk itt is a naivitás, meg egy picit a szép lelkűség akadályokat hoz, mert hogyha azt mondjuk, hogy bizonyos országoknak nem exportálunk, mert nem szimpatikus országok, nyilván diktatúrákról beszélek, addig számos más ország teljes lelki nyugalommal fog exportálni ezeknek az országoknak. Tehát itt is van egy olyan európai, nem tudom, tehát nyilván ez egy pozitív dolog, hogy próbálunk elvszerűen politizálni sok területen, csak ez Európának a folyamatos visszaszorulásához vezet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy olyan világ felé haladunk, ami a legkeményebb geopolitikai küzdelem világa lesz, vagy már az, és a bizonyos tekintetben, hogyha túl akarjuk ezt élni, mint Európai Unió, meg európai együttműködés, akkor sajnos bizonyos elveinkből előbb-utóbb engedni kell. De magára mondom a mag kérdése, vagy a kérdésére azt tudom mondani, hogy nem igazán látom azt a következő pár éven belül, hogyha ennyire konkrétan kérdezünk erre, hogy ebbe lehet előrelépni. Picit még visszatérnék arra, amit Sztárai Péter mondott, hogy ugye minden ország esetleg beleadhatna egy egységet ebbe az európai haderőbe, tehát így összeállhatna ez. De ugye itt azért vannak nyelvi problémák, nyilván vannak olyan problémák, hogy akkor ki lesz a parancsnok, szóval egyáltalán hogy lehet ezt elképzelni, hogy ez a valóságban, hogy működne ott a spanyol, a nem tudom, a német, a francia, a magyar, az észt meg a lett, és akkor ők valamilyen parancsnokság alatt egy irányba mennek, vagy ilyen egyébként van már, csak kisméretekben? Elhangzott a
európai harccsoportoknak az ügye, ami már ma is létezik, csak ebben az a különleges, hogy már jó pár éve léteznek európai harccsoportok, de ezeket még sose vetettük be. Tehát ezek ülnek most valahol egy... Ezeknek egy meghatározott rend szerint van készenléte, meg egy-egy gyakorlatoznak, tehát az interoperabilitást csúnya szóval, de ez az, hogy a spanyol meg a magyar együtt tudjon működni egy meghatározott cél érdekében. Ennek érdekében vannak gyakorlatok, felkészülés, kiképzés, stb. De ezek nem egy helyen üldögélnek, hanem külön. És ha van feladat, majd akkor mennének. Ezen kívül azért a NATO-ban ennek elég szofisztikált rendszere van, hiszen már egy sor olyan művelet volt, amelyben sok nemzet vett részt, és együtt hajtották végre a feladatokat. Tehát a dolog nem lehetetlen, csak van egy bökkenő még, hogy az Európai Unióban jelenleg nincsen önálló védelmi tervezési rendszer és parancsnoki struktúra. Ami részben azért van, mert a NATO-nak van az elsődleges szerepe, és nagyon nehéz megkettőzni ezeket a feladatokat. Plusz, hogyha olyan stratégiai célokat tűz neki az Unió, amik nem egyeznek a NATO-ival, akkor nagyon hamar egy ilyen divergencia alakulna ki a két szervezet közös halmazak között, tehát akik mind a két helyen tagok, és ez azt gondolom, hogy nagyon komoly problémákat okozna a nemzeti haderőkben. Ez nagyon messzire vezet, most csak így leegyszerűsítem mondom, de például ilyen kérdések merülnek fel. De az, hogy például a harccsoportokat lehetne használni, és lehet is használni, az már ma is egy adottság. Staber Péter szeretett volna ehhez hozzá tenni valamit. Hát itt a von der Leyen beszéd, a szeptemberi State of the Union beszéd nagyon ambiciózusan hangzott, és hát retorikailag nagyon hatásosan tette fel a kérdést, hogy a világ legerősebb hadseregei vannak az uniós tagállamoknak, de miért nem akarjuk soha használni őket. De rövid távon valóban a döntéshozatal az nem biztos, hogy a könnyű és gyors megoldást segíti, úgyhogy ahogy Demko Attila is mondta, szerintem itt rövid távon elsődlegesen a védelmi ipar képességfejlesztés az, amiben látványos eredmények várhatók, akár az elmúlt néhány évben történtek is kezdeményezések, tehát például az állandó strukturált együttműködés, ez a PESCO keretében több tucat projekt van folyamatban. Én úgy látom, hogy itt nem is probléma, hanem egyszerűen tény, hogy alacsony szintről indultak ezek a projektek, ezek az együttműködési formák, és ezért még csak ez után várható, hogy igazán a hozzáadott értéket, a látható, kézzel fogható, kommunikálható eredményeket megjelenítsék. És ebből a szempontból az, hogy most a politikai akarat egy kicsit markánsabban jelentkezik, hogy ezen a területen legyen előrelépés, és legyen eredmény, az ebben segíthet, de az ilyen valamivel szoftabb aspektusokban, mint a védelmi ipar és ilyen konkrét képzési, fejlesztési projekt együttműködések, ebben látom rövid távon az előrelépés lehetőségét, és nem abban, hogy egyik napról a másikra a legmagasabb politikai szinten döntés születhessen mondjuk egy harccsoport bevetéséről. Itt szó volt már korábban az Európai Védelmi Ügynökségről, pont ennek lett volna a feladata, ugye, ha jól tudom, ezeknek a beszerzéseknek a koordinálása. Ez működik, vagy ez elhalt közben, vagy nagyon alacsony hatékonysággal működik? Demko Attila? Hát én még az előző kérdésre szerettem volna reagálni, ugye van egy V4-es harccsoport, és néhány évvel ezelőtt szerintem nagy titkot már nem árulok el, felmerült a bevetései, méghozzá az afrikai kontinensen. Nyilván ez még nagyon kezdeti fázisban el is akadt. Ugye az első nagy kérdés az volt, hogy kifizeti az egészet. Hát ugye a magyar adófizetőknek például, hogy magyaráztuk volna a sok-sok milliárdos, 10 milliárdos költséget, mondjuk a Közép-Afrikai Köztársaságban. A lengyelek feltétlenül nem lelkesednek mondjuk egy nagyobb erőfeszítés tétele iránt, amikor közben ugye ott van mellettük Kaliningrádi körzet. Tehát ezek a problémák, csak egy képletes, egy példát akartam erről mondani,
hogy ez milyen néz. Persze, tehát vannak nagyon jó kezdeményezések, és ebben most már van is pénz, tehát több milliárd euró van ezen a területen. Én azt gondolom, hogy ezek a projektek ezek haladnak előre. Persze itt is megvannak adott esetben a féltékenységek. Egyes európai országok úgy érzik, hogy ők kimaradnak egy projektből. Van, aki úgy érzi, hogy bizonyos projektek bizonyos országokra vannak szabva. Én nem kívánom, ez nincs olyan, nincsenek az EDA működéséről olyan mély ismereteim, hogy én ezt értékeljem, nyilván hall az ember bizonyos dolgokat, de azt gondolom, hogy az irány az jó. Tehát tényleg az alapkérdés az, hogy fejlesszünk közös fegyverrendszereket. Már maga az interoperabilitás problémáját is nagy mértékben megoldaná, hogyha minél több európai fegyverrendszer az közös lenne. Ugye az alkatrészellátás mondjuk egy misszióban, ez egy kulcskérdés, vagy akár a lőszerellátás, hát azért nem teljesen mindegy, hogy egy harckocsi löveg az milyen lőszer, vagy egy 100 mm-essel, egy 125-össel lő egy adott harckocsi, és nagyon-nagyon nagy probléma ez az Európai Unió keretében. Ugye a NATO azért sokkal többet tett ennek érdekében, hogy együtt tudjanak működni az egyes nemzeteknek az alakulatai. Sztárai Péter szeretne szerintem reagálni. Bocsánat, hogy megint visszajövök, de még az Európai Védelmi Ügynökséggel kapcsolatban azt mindenképp elmondanám, hogy szerintem egy nagyon jó irányba indult el, hiszen komoly képességfejlesztést generálhat. Két neurologikus pontot azért látok. Az egyik az az, hogy a nagy védelmi iparra rendelkező országok ne nyomják el a kisebbeket, hogy a kisebbek is részt tudjanak venni, hozzá tudjanak ez járulni arányosan. A másik pedig az, hogy ez ne okozzon egy újabb ellentétet a transatlanti viszonyban. Mert ugye nem vákumban fejlesztik a védelmi képességeket, meg a haditechnikát az egyes országok vagy régiók, és szükség van arra, hogy az Egyesült Államok fejlettsége az ne izolálódjon az európai fejlesztésektől, és az Egyesült Államoknak megmaradjon a lehetősége, hogy együttműködjön az európai védelmi cégekkel, és akár exportálni tudjon az egyes tagországokba is. És akkor még egy megjegyzést, említette a konszenzusos döntéshozatalt, mint esetleges problémát, és talán nem fejtettük ki eléggé. Azt gondolom, hogy ez inkább egy biztosíték a tagországoknak. Lehet, hogy lassítja a döntéshozatalt, de amikor megszületik a döntés konszenzussal, akkor viszont sokkal erősebb politikai támogatása van az adott ügynek, és talán a végrehajtás is emiatt hatékonyabb. És erre jó példa a NATO, ahol például a szeptember 11-i támadások után 24 órán belül a tagországok konszenzussal döntés hoztak arról, hogy kihirdetik a kollektív védelmi helyzetet, amire egyetlen egyszer került sor a történelembe, de akkor egy nap alatt ezt meg lehetett tenni. Ha Európában a sok ország valóban fölméri azt, hogy mik a stratégiai céljai, és van egy konkrét ügy, én azt gondolom, hogy akkor ez nem hátráltatja, hanem inkább erősíti a döntést. Itt a védelmi beszerzésekről, vagy a katonai beszerzésekről kérdezném még Rékát, hogy ugye ezért ez egy üzleti kérdés is, hogy az amerikaiak tudjanak Európában fegyvert eladni. Ez mennyire egy neuralgikus pont, hogyha itt az európai védelmi képességeket erősítjük, és mondjuk ugye az Airbus-t és egyéb európai mondjuk fegyvergyárakat is támogatna Európa, innen vennék elsősorban a fegyvereket. Ez milyen hatás lehetne a transatlanti kapcsolatokra? Van ezzel kapcsolatban egyfajta aggodalom? A NATO belül létezik egy nagyon jó mechanizmus, ami arról szól, hogy ezeket a fejlesztési kérdéseket, a képességeket, amelyekkel egyes országok rendelkeznek, hogyan kezeljenek úgy, hogy az a közös védelmet erősítse. Tehát én azt gondolom, hogy most Kolumbusz tojását nem kell újra föltalálni, hanem használni kellene azt a mechanizmust, ami van. És annak az alapján előre lehet menni, hiszen én nagyon erősnek látom azt a koncepciót a világról, a NATO-ról, az európai és az euróatlanti együttműködésről Amerikából nézve, ami arról szól, hogy tudunk együttműködni azokban a nagy nemzetközi kihívásokban, amelyek előttünk állnak. Hogy tudunk együttműködni abban a nagy kihívásban, hogy van egy feltörekvő Kína, amelynek a hadi befektetései, a hadi fejlesztései nagyon nyilvánvalóan masszívan egy agresszív képesség kialakításáról szólnak,
és ugyanakkor úgy szeretnénk beilleszteni a nemzetközi rendszerbe, hogy ez katonai konfliktus nélkül történjen meg, a meglevő érdekek és értékek nagyjáboli összehangolásával. Ez nem fog menni senkinek egyedül, tehát ezt nem fogja tudni se, nem az Európai Unió együtt, vagy egyes tagállamai egyedül nem tudják, de ezt az Egyesült Államok se tudja egyedül végigvinni. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon nyilvánvalóan olyan nemzetközi kihívás, amelyre célszerű lenne együtt gondolkodni. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden a mechanizmusok megfelelő működtetésével minden külső nyomás abba az irányba fog vinni minket, hogy az euróatlanti együttműködést egy stratégiai szintre erősítsük, vagy emeljük föl a továbbiakban, amelyben szükség lesz az európai képességek fejlesztésére feltétlenül, ha óriási lemaradásban és hátrányban vannak, amelyre nagy szükség lesz az összehangolásra folyamatosan, és azt gondolom, hogy ez racionálisan, teljesen higgadtan végigvezethető folyamat lehetne, úgyhogy nyilván lesznek benne később is konfliktusok és surlódások, de összességében a külső nyomások erősek. Tehát az azt gondolom, hogy ezeket nem lehet nem kezelni, vagy nem lehet komolytalanul venni ezeket a nemzetközi feszültségeket, amelyek most már a kiforróban vannak. Igazából Kínáról nem akartam hosszasan beszélni, de hát Réka megemlítette, és szerintem nem mehetünk el amellett, hogy vajon az Európai Unió számára is éppen olyan biztonsági kihívás-e Kína, mint ahogy ez Washingtonból tűnik, vagy ez egyfajta megközelítésbeli különbség. Azért az európai országok többsége egyfajta gazdasági szereplőnek tekinti elsősorban Kínát, és talán kevésbé biztonsági kockázatnak. Sztárai Péter, most ez gyorsan mindenki erről, ha két mondatot mond. Igen, én érzékelek egy különbséget az amerikai és az európai megközelítés között ebben a témában. Szerintem nagyon fontos az, hogy Európa ne szoruljon be a kínai-amerikai versengés közé, és hogy legyen egy saját álláspontja ebben az ügyben. A magyar diplomácia, a magyar politika erre törekszik egyébként, tehát hogy tartsuk meg a mozgásterét Európának, hiszen nagyon alapvető érdekeink fűződnek ahhoz, hogy Kínával fennálljon, fennmaradjon egy konstruktív kapcsolat. Ez politikai és gazdasági szempontokat is takar. És emellett viszont arra is szükség van, hogy ezzel ne idegenítsük az Egyesült Államokat teljesen. Tehát egy ilyen nagyon érzékeny mesdjén mozgunk ebben az ügyben, de mivel az Egyesült Államok nagyon felerősítette a Kína ellenes mondani valóját, vagy narratíváját, ezért ez a probléma szerintem egyre komolyabb lesz, és egyre élesebben fog megjelenni az, hogy Európa ebben hogy tudja elhelyezni magát. Demko Attila, ezzel kapcsolatban? Hát ugye azt látnél kell, hogy nem játszunk ugyanabban a ligában, mint Kína és az Egyesült Államok, itt két szuperhatalomról van szó. Az Európai Uniót, ha egybe tudnánk venni, katonailag sem, töredékével sem rendelkezik annak az erőprojekciós képességnek, amivel az Egyesült Államok. Az Egyesült Államoknak van 11 nagy repülőgép hordozója. Az Európai Uniónak, ami egyáltalán most számba vehető, legfeljebb a Charles de Gaulle vehető itt számba, egy francia egy darab repülőgép hordozó, ami gyakorlatilag ezen a téren akkor ez semmi, mert az nem tud állandóan ott állomás, de legalább három kéne ahhoz, hogy meg tudjon jelenni igazából az Európai Unió erőteljesen abban a térségben. Ugye a németeknek sikeresen, idézőjelben volt egy sikeres missziója, Bremer nevű fregattal, amivel az Európai Uniót akarták megjeleníteni. Ez egy 3 vagy 4 ezer tonnás hajó, mondjuk egy amerikai hordozó olyan 110 ezer tonna és 5-6 ezer ember van rajta, és körülbelül akkora légierje van, mint 2-3 közepes méretű európai országnak egy repülőgép hordozón. Tehát ez teljesen más liga, és a kínaiak, ráadásul meg is próbált még Németország a kínaiakkal is jó fejkedni, hogy azért Sánkhájban is megállnánk. A kínaiak meg mondták, hogy miután itt szolidaritásból jöttetek itt a japánokkal, meg ugye a helyi amerikai szövetségesekkel, köszönjük szépen, de ne gyertek be Sánkhájba. Tehát kifejezetten meg is alázták Németországot is, illetve az Európai Uniót. Ez a helyzet, hogy itt van két nagy játékos, az Európai Unió ebben a játékban akkor tudna részt venni, ha tényleg egységesen tudna megnyilvánulni. Ami viszont, hogy az elmúlt egy órát eltöltöttük, ez nem egy könnyű feladat. Stauber Péter,
esetleg ehhez még két mondatot, és aztán egy záró kérdés, és lassan az időnk végéhez közeledünk. És majd Réka is, Szemerkényi Réka is majd mindjárt még szót kap. Igen, hát a kérdés, ha jól emlékszem, az valahogy úgy hangzott, hogy lehet-e kell biztonsági szemmel is nézni Kínára, vagy biztonságpolitikai szemmel. Azt gondolom, hogy nem lehet nem ezzel a szemmel nézni. Tehát a világ legnépesebb országa, egyik legnagyobb hadserege, egyik legnagyobb gazdasága, erről van szó, akkor a legjobb indulattal és a legkonstruktívabban nézve is a kapcsolatokat, annak van egy biztonságpolitikai eleme. A másik gondolatom ennek kapcsán megint csak a tegnapi Charles Michel beszéd, ami nagyon határozottan a NATO mellett tette le a garast védelmi kérdésekben. Tehát úgy gondolom, hogy legalábbis intézményi oldalról, az uniós intézmények szemszögéből ez valamennyire determinálja, hogy milyen megközelítés várható akár Kína kapcsán is. Szemerkényi Réka még szerintem a Kína kérdésre szeretne reflektálni. Igen, csak egy gondolatot talán, mert nyilván vannak olyan stratégiai időszakok a világban, amikor hogy dönteni, lehet választani, hogy most felé vagy affelé, vagy ide helyezzük a hangsúlyt, vagy oda helyezzük a hangsúlyt. Aztán vannak olyanok, amikor ilyen nincsen. És akkor valaki vagy van valahol, vagy van egy másik helyen. De nem lehet ide is, meg oda is mindent rendben tartani. És azt gondolom, hogy ez az európai hozzáállás, ami a hidegháború alatt alakult ki nyilván, hogy ott volt egy olyan amerikai-orosz feszültség, vagy szovjet feszültség, hogyha tetszik, amely végül is az európaiak feje fölött játszódott le, és akkor szépen, mint a nyuszika a fűbe lehetett ülni, és akkor ott lehetett azt várni, hogy a fejünk fölöttök majd őket elintéznek mindent, és nagyjából mi meg itt építjük a gazdaságunkat, megerősítjük a társadalmi intézményeinket, meg ilyesmit. Ez nyilván akkor tartható fenn, hogyha legalábbis nincs célkeresztben az a közösség, amely ezt próbálja követni. De jelenleg nem ez a helyzet. Jelenleg az a helyzet, hogy ez nem Európán múlik, hogy milyen kapcsolatokat alakít ki Kínával, meg egyáltalán, hanem Kínának van egy világos stratégiája Európa felé. Kína az európai végét, ennek az eurázsiai masszának, a saját befolyási övezetének, ugye a nyúlvá, farknyúlványának tartja. Tehát az abszolút egyértelműen egy közösségként kezeli ezt a kérdést, és nagyon markáns stratégiai érdekek alapján mozog Európa fele. Tehát ez már eldőlt ez a kérdés. Ezen a szakaszon, hogy ott a fűbe lapulva lehessen ülni, ezen túl vagyunk, és azt gondolom, hogy egy olyan nemzetközi feszültség van, amelyben Európa célkeresztben van. És ez tetszik nekünk, vagy nem tetszik, az teljesen lényegtelen. A célkereszt az jaj, nagyon-nagyon nem tudom. Aztán most már vagyok olyan. Visszajött? Igen. Az utolsó mondatodat, Léci, ismételd meg, mert azt nem hallottuk. Csak ezt akartam, vagy azt gondoltam, ezt mondtam még, hogy Európa valójában ennek a kínai stratégiának a középpontjában van. Tehát ez a kérdés, ez nem innen nézve befolyásolható, hanem a helyzet az előállt, és mint olyan, ezt csak egy stratégiai választal lehet kezelni, tehát egyetértek Stauber Péterrel, azt gondolom, hogy nem lehet nem stratégiai kérdésként kezelni a Kínával való kapcsolatokat. Szépen egy utolsó kérdést szeretnék mindenkinek föltenni. Rövid választ kérnék szépen, és akkor utána megnyitjuk a kérdéseket. Azt szeretném kérdezni, és így sorba fogunk menni, hogy mi az, hogyha egyetlen egy fő biztonságpolitikai kihívást kell választani Európa számára, mi az, ami a legégetőbb kihívás jelenleg biztonságpolitikai szempontból, és ezt tudja az Európai Unió egyedül kezelni? Sztárai Péter. Ez majdnem nem fair ez a kérdés, már bocsánat, mert szerintem azért egymás mellett létezik több olyan, ami nagyon alapvető kérdés. Akkor legyen három. De mondjuk magyar szempontból nézve szerintem a migráció az egy eléggé komoly és hosszú távú kérdés.
én a cybert, a kiberteret beemelném, mert szintén azt gondolom, hogy egy horizontális és nagyon fontos ügy marad. És hát ez a nagy kérdés az energia terén, hogy hogyan lehet fenntarthatóan, de közben versenyképesen és biztonságosan szavatolni a kontinens és azon belül Magyarország energiaellátását. Szerintem ez is egy súlyos ügy, és foglalkozunk ebben. Demko Attila, a legfőbb kihívások, biztonságpolitikai kihívások Európában? Hát nekem van egy nagyon határozott véleményem erről. Szerintem az, hogy Afrika felrobban a talpunk alatt. És nem igazán, tehát próbáljuk, ugye ezért is van, például most küldünk katonákat egy misszióba Maliba, és egyre nagyobb a magyar szerepvállalás is Afrikában. Szerintem csak késleltetni tudjuk a folyamatokat. Tehát Etiópia, ami Etiópiában történik, hogy egy közel 120 milliós országnak a szétesését, vagy potenciális szétesését látjuk, az nagyságrendileg körülbelül 6-szor akkora tragédia, mint Szíriáé. Nigériát nem tudom elképzelni 2050-ben egy működő és egységes államként több mint 400 millió lakossal, tehát nagyobb lakossággal, mint az Egyesült Államok. Én azt gondolom, hogy a legfőbb érdekünk az olyan országok megerősítése Afrikában, amelyek működőképesek és megfelelően stabilak, és azért nézzük meg a magyar stratégiát, és szerintem Európa tanulhatna egy picit Magyarországtól ebben. Egyiptom, Marokkó és Törökország. Ez a három ország, ami stratégiailag kiemelkedő ebben a tekintetben. Nem kell különösebben szeretni esetleg mondjuk az egyiptomi, hogy bánnak az ellenzékkel, de Egyiptom akkor is egy kulcsország, és nem szeretett kérdése ez, hanem alapvető európai érdekek kérdése, hogy Afrikával kezdjünk valamit. Stauber Péter, európai kihívások. Minden előttem szólóval egyetértek, de nem kívánom megismételni, amit mondtak, viszont hozzáadnék megint csak egy kicsit hazabeszélve egy fenyegetést. Ne feledkezzünk el a terrorizmus kérdéséről, és hogy legyen egy pici optimista kicsengés is, azt gondolom, hogy ennek bizonyos vonatkozásait az Unió elég sikeresen tudja uniós szinten is kezelni, és rengeteget fejlődött, mondjuk, ha visszatekintünk a szeptember 11-e körüli időszakra. Nyilván a terrorizmus kiváltó okai, hogy működnek bizonyos országok, társadalmak a világban, Európán kívül, vagy Európán belül milyen problémák vannak egyes közösségek integrálásával, rengeteg feladat van. De ha egy kicsit leszűkítjük a közvetlen terror elhárításra, akár információ megosztásra, akár műveletekre, terrortámadások megakadályozására, ebben úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el az európai együttműködés. Természetesen egy pillanatig nem szabad hátradőlni. Szemerkényi Réka, hogy néznek ki a legfőbb biztonsági kihívások az Egyesült Államokból nézve, de Európa számára? Hát, hogyha lehet csak magyarként vagy európaiként is nyilatkozni erről, azt gondolnám, hogy a legnagyobb kihívás, ami Európa számára meghatározó lesz, hogy képesek vagyunk-e egy közös helyzetelismerésre, egy közös stratégiai értelmezésre a világról. Megérthetjük, hogy mekkora feszültségek vannak nemzetállami szinten, jobbra-balra, elől-hátul, északon, délen, bárhol, de ha nem tudunk mellé állítani egy közös reagálást, egy közös politikai akaratot megéteni, tehát nem tudunk egy közös helyzetfelismerésen, közös fenyegetési rendszereken alapuló stratégiai gondolkodást kialakítani, akkor bármilyen képességünk lesz, nem fogunk tudni semmit kezdeni vele. Tehát azt mondom, a legfontosabb egy közös stratégiai gondolkodás elindítása, egy közös helyzetfelismerés kialakítása, barátokat szerezni az igazságaink mellé. Köszönöm szépen, és akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg kérdés a itt jelenlevők közül. Nyugodtan, mikrofon több azt hiszem nincsen, de nyugodtan, hogyha leveszik a maszkot és bekiabálják, akkor én ezt meg tudom ismételni, és akkor a streamben is hallják. Akkor amíg esetleg gondolkodnak, itt egyébként a Facebook oldalra érkezett, úgyhogy az egyik kérdés az, hogy a haditechnika értékesítése kulcskérdés biztonsági szempontból kidönthet a legfejlettebb technológiák külföldi értékesítéséről. Ki szeretné ezt a kérdést? A
ha jól értem a kérdést, akkor arra vonatkozik, hogy milyen technológiát lehet eladni külföldre. Ez egyrészt attól függ, hogy egy adott cég hova tud eladni, utána attól függ, hogy az adott állam, amelyikben ez a cég működik, ez a célországgal kapcsolatban van valamilyen fenntartása. Vannak-e nemzetközi szankciók, amik esetleg korlátozzák az adott országba szánt fegyver exportot. És ez egyébként nagyon napi szinten megjelenik, mert már nem is csak a fegyverekre vonatkozik, hanem a kettős felhasználású technikai eszközökre is. És Magyarországon is van egy komoly mechanizmus, ami azzal foglalkozik, hogyha vagy reexport, vagy export történik bármilyen érzékeny technológiával, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy az adott relációban ez megengedette vagy nem. És itt különféle szintjei, meg területei vannak a szankcióknak adott esetben. Tehát lehet európai, nemzeti, amerikai, és mind összefügg. Tehát nagyon komplex teret kell nézni. Demko Attila? Tehát alapvetően azt gondolom, hogy minden ország megnézi az érdekeit. Tehát például Oroszországnak nem lehet eladni. De vannak olyan országok, amelyek enszankciók alatt állnak, tehát az pedig mindenkire vonatkozik, azt nem az Európai Unió dönti el. De egyébként vannak olyan helyzetek sajnos, amikor egy olyan országnak sem adunk el, akinek egyébként az Egyesült Államok vagy egyes európai országok nem adnak el teljes lelki nyugalommal ad el fegyvert, és ez az európai fejlesztéseket, illetve az európai cégeket nem hozza túl jó helyzetbe. Tehát itt különösen Németországban átpolitizált ez a kérdés, és ez nem segít Németországnak különösebben. Mondjuk sok minden nem segít, tehát mondjuk az atomenergiáról való leválás se segít Németországnak. Én azt gondolom, hogy jóval nagyobb realitásérzékkel kell ezt a területet megközelíteni a jövőben. Nem fogunk tudni azzal senkin segíteni, hogyha másnak adunk át piacokat. Stauber Péter esetleg ehhez, vagy inkább... Ezt különösebben nem tudnék hozzátenni, egyetértek az előttem szólókkal. Szemerkényi Réka, ezt hogy működik Amerikában? Ez probléma egyébként, hogy bizonyos országoknak nem adnak-e, vagy inkább mindenkinek eladnak? Nem, ennek nyilván ez egy érzékeny kérdés, és ennek egy ilyen összetett megfontolási alapja van, de nagyon hasonló azokhoz, amiket az előzőekben elmondtak. Azt gondolom, hogy ez mindenhol érzékeny kérdés, és ez továbbiakban is érzékeny kérdés lesz, amiben valóban változó geostratégiai megfontolások szerepelnek folyamatosan. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy fel vagyunk-e készülve a biológiai fegyverekkel szemben, lehetne itt EU-s kompetencia? Stauber Péter. Hát azt gondolom, hogy legalábbis az európai hadseregeknek ez a képessége megvan. Más kérdés, hogy mindig lehet hova fejleszteni, és ez is egy olyan terület, ahol a kihívások folyamatosan mutálódnak. Tehát ez is egy rabló-pandúr játék, ahogy Sztárai államtitkár úr korábban fogalmazott, mivel ez egy nagyon drága és speciális technikát igénylő terület, kifejezetten olyan, ahol egy elmélyültebb EU-s együttműködésnek, egy ilyen projektalapú együttműködésnek van értelme. Demko Attila? Létezik az ECDC, ugye svédországi központtal, amely a betegségekkel vagy biológiai fenyegetésekkel is foglalkozik. Ugye foglalkozott meg lehetősen komolyan, bár szerintem nem túl sikeresen, legalábbis a kezdeti időszakban a koronavírus járvány jelentette kihívással is. Tehát persze van már alapja ennek. Ugye ez a European Center for Disease Control. Többet kell erre a területre fordítani, erre a területre is, ezt mondanám. Ugyanis itt vannak talán a legnagyobb veszélyek. Tehát például a terrorizmusban is, hogyha egy 10-20 évvel előre megyünk az időben, amikor a géntechnológia már jóval elérhetőbb lesz, hát hogyha egy koronavírus, ami 1%-os halálozással jár, ekkora kárt tud okozni, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy átalakított vírus, ami mondjuk 10 vagy 20%-os
halálozással jár, az mit tudna okozni a világban. Tehát ez egy olyan terület, amivel foglalkozni kell. Európában mondom, van is ennek egy magja. Megmondom őszintén, én megnéztem, hogy 2020 elején miként foglalkoztak a koronavírussal, és rendkívül felelőtlen volt, és rossz volt a hozzáállása az ECDC-nek. Gyakorlatilag a kínai hozzáállást kritizálták az anyagaikba, és 2 vagy 3 nappal a lombardiai járvány kitörése előtt még a nincs baj volt a szlájdokon. Téma egyébként a biológiai fegyverek megjelenése, vagy mint veszélyforrásként kezelése európai üléseken, vagy ez is a naivitás egy része, hogy ez nem nagyon kerül szóba? Nem akarom szívni most már az Európai Uniót ilyen szempontból, mert vannak olyan szakbizottsági ülések, ahol van szó ilyen jellegű kérdésekről. Van ennek nemzetközi fóruma, és a biológiai, vegyi és toxikus fegyverekkel foglalkozó együttműködés. De azzal egyetértek a korábban szóltakkal, hogy igazából felkészülve nem vagyunk az ilyen jellegű támadásokra, és nagy a kísértés, hogy ilyeneket fejlesztenek, ilyen jellegű fegyvereket, mert nagyon rövid idő alatt nagyon nagy kárt lehet okozni. Úgyhogy ez megint egy olyan határterület, vagy olyan homályos terület, ahol valószínűleg többet lehetne, vagy kellene tenni, de erre nincs meg a megfelelő kapacitás. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés? Réka? Azt akartam csak hozzáfűzni, hogy valóban sokkal többet kell foglalkozni vele, de azt gondolom, hogy egy tipikusan olyan terület talán még inkább, mint a kiber, amire most éppen van egy nagyon magas szintű társadalmi támogatottság. Hát vagy meg lehet ragadni ezt a helyzetet, és azt lehet mondani, hogy na lám, erre tényleg szükség van. A WHO-t újra kell gondolni, az ECDC-t fel kell fejleszteni, mekkora kerettel kell megemelni a költségvetésüket, mekkora létszámmal kell dolgozni, mik a prioritások, hogyan lehet nemzetközi standardokat kidolgozni. Tehát egy sorozat olyan feladat lenne, ami eddig nem volt prioritás, és senki nem foglalkozott vele, most viszont van egy maximális támogatottság mögötte. És azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a következő, tehát ez az első ilyen nemzetközi, nem tudom, biológiai fenyegetettség volt, de nem az utolsó nyilvánvalóan, tehát várható, hogy egy következő ennél sokkal súlyosabb lesz. Tehát a kérdés nem az, hogy eddig mit csináltunk, hanem hogy most mit csinálunk, most megemeljük-e a költségvetést, most felhatalmazzuk-e a szervezetekben levő képviselőinket, hogy maximális erőbedobással dolgozzanak nemzetközi standardokon, stb. De erre most megvan a felhatalmazás. Köszönöm szépen. Utolsó. Akkor lenne egy kérdés. Nyugodtan vegye le a maszkot. Csak hadd ismételjem meg azoknak, akik Facebookon követnek minket. Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy a nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatban van-e közös európai álláspont, ezt egyáltalán mennyire tartják az európai országok egy komoly fenyegetésnek? Tárai Péter. Köszönöm. Az Európai Uniónak nincsen katonai értelmezett nukleáris politikája. Egy atomhatalom van, ugye most már csak Franciaország, amelyik viszont szuverenitással részeként nemzeti hatáskörben kezeli ezt a kérdést. A NATO-ban van ilyen politika. Ennek a lényege az, hogy hosszú távon mindenki egyetért azzal, hogy egy atomfegyvermentes világ felé kell haladni. Viszont a NATO azt is kimondja, hogy amíg létezik olyan ország, amely rendelkezik katonai nukleáris eszközökkel, addig a NATO is egy nukleáris szövetség marad, hiszen addig nem tudja feladni ezt a képességét, amíg bárki másnak van ilyen képessége. Nyugodtan akkor Demko Attila. Erre még egy, tehát ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Tehát például a stratégia autonómia miatt is, hogy lehet-e stratégia autonómia. Most a francia nukleáris ütőerő, hát az orosznak kevesebb, mint a 20-ada. Arról nem is beszélve, hogy minőségileg sem ugyanaz. Tehát, és ugye Macron elnök részéről fölmerült, ugye, hogy felajánlja az EU-s tagországok részére a francia nukleáris ütőernyőt. Hát gondolom ez mennyire megnyugtatta mondjuk Tallinnban vagy Vilniusban az elemzőket. Tekintettel arra, hogy a francia nukleáris ütőképesség a 20-ada vagy a 25-ode az orosznak,
És hát ugye látjuk, hogy valószínűleg azért tudják mondjuk a Baltikumban, hogy nem cserélni el Vilniusért Párizst Franciaország. Tehát viszont, hogy tudjuk ezt fejleszteni, hát azt gondolom, hogy ha megnézzük a német hozzáállást az atomenergiához, még az atomerőműveket is lekapcsolják, mondjuk egy olyan programot, egy olyan közös európai programot, ami mondjuk 1000 nukleáris atomtöltetet, mert legalább ennyi kellene, meg nukleáris tengeralattjárókat, egyéb csapásmérő eszközöket fejlesztene, hát azon nagyon meglepődnék, hogy a német adófizetők emögé állnának. Még egy kérdés érkezett így az utolsó pillanatban. Lukasenko elnök által Belarusz nyugati határán generált migránsválság egyre veszélyesebb méreteket ölt. Van-e elképzelés arra vonatkozóan, hogy az uniós partnerek határőrökkel, rendőrökkel, esetleg katonai egységekkel segítenék Lengyelországot és a balti államokat az EU külső határának megvédésében? Stauber Péter. Azt gondolom, hogy a határőrizeti segítségnyújtás keretei azok adottak, és az elmúlt években nagyon, nagyon jól be is járatták ezeket, hiszen kisebb-nagyobb intenzitással ugyan, de azért 5-6 éve folyamatosan van egy migrációs válság, még a csúcspontja mondjuk 2015-16-ban is volt, és pont azóta jogalkotásban, pénzügyi eszközökben sok előrelépés történt, ugye Frontex megerősítése, tehát ha ez tovább eszkalálódik, azt gondolom, hogy ennek a bevetésére egyértelműen sor kerülhet, talán már folyik is ilyen irányú gondolkodás. Hát a katonai eszközöknek az alkalmazása, ilyen jellegű támogatás Lengyelországnak, ez egy más tészta, de én azt gondolom, vagy legalábbis van egy ilyen reményem, hogy ez is egy ahhoz hasonlóan fog kifutni, ahogy nem olyan régen a görög-török határon volt egy hirtelen eszkaláció, majd egy ugyanolyan hirtelen deeszkaláció. Tehát ez most egy politika által generált helyzet, és egy politikai megoldást kell rá találni. Sztárai Péter szeretett volna reagálni. Igen, ez szerintem nagyon fontos, magyar szempontból is rendkívül fontos kérdés, mert mi 6 évig magyaráztuk, hogy az egyik legfontosabb elem az, hogy megvédjük a külső határt, amire egyébként nemzetközi jogi szempontból is kötelez bennünket a schengeni megállapodások rendszere, és nem kaptunk ehhez igazi támogatást, sőt, inkább politikai kritikát kaptunk. Ha megnézzük a mai mainstream európai gondolkodást erről a határvédelmi kérdésről, akkor az gyakorlatilag már azonos a magyar állásponttal. Tehát meg kell védeni a külső határ, kívül kell eldönteni, hogy ki menekült és ki gazdasági migráns, illetve a segítséget oda kell vinni, és nem a problémát ide. Nagyjából így leegyszerűsítve ez a lényeg. Most, hogy Lengyelországban és a Baltikumban kialakult egy válság ezzel kapcsolatban, érdekes módon elkezdtek ébredezni, és egyre többen vezető nyugat-európai politikusok is elkezdték mondani, hogy itt valamilyen támogatást adni kell közösen, hogy megvédjük a külső határt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megint egy példa arra, hogy az EU-nak hiányzik ez a stratégiai szemlélete, és egy csomó olyan egyéb politikai, ideológiai szempont van, amik miatt egy álszent vita folyik adott kérdés, és nem a valódi problémát kezeljük. Most kicsit optimistább vagyok, bízom abban, hogy ez a lengyel válság, ami hát nem jó, mert paradox dolog ennek örülni, nem is örülünk, de ez talán ad egy esélyt arra, hogy egy kicsit komolyabban vegyük a külső határok védelmét, és az látszik, hogy az emlegetett török-görög eset, és az olasz eset, amikor Salvini volt a belügyminiszter, ez bebizonyította, hogy mindenféle határt meg lehet védeni, hogyha van kellő politikai akarat és hozzárendelt megfelelő eszköz. Tehát ez lehetséges, de itt az uniónak sokkal rugalmasabban kellene, és a tagországokat támogatóbban kellene fellépnie, ugyanis akiknek van schengeni külső határa, azok védik a többi országot is attól az ellen, hogy elárasszák őket. Remco Attila? Azt nagyon fontos lehet, hogy végre kimondta az Európai Unióban számos fontos tényező, hogy ez egy hibrid háború, és a migránsokat felhasználják az Európai Unióval szemben. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ilyen hibrid nyomás volt már az Európai Unión 2015-ben is, méghozzá a finn és a norvég határszakaszon egyértelműen, de azt gondolom, a magyar határszakasz is
részben ilyen volt. Tehát ha azt gondoljuk, hogy nem volt állami tényező abban, hogy megindult ez a nagy tömeg, most nem akarok megnevezni államokat, egyet kivéve, tehát Szíriánál 100%-osan tudjuk, hogy behívók tömegét indították, illetve propagandával is segítették ezt a hatalmas hullámot, amit 15-ben megtapasztaltunk. Ehhez képest, hogy tudtuk már akkor is, hogy ez egy hibrid háborús és Európára való nyomásgyakorlásról szóló tevékenység, minket meglehetősen egyedül hagytak 2015-ben. Nyilván nem örülök neki, ami most történik, mert szörnyű, tehát nyilván szörnyű azoknak az embereknek is, akikkel játszanak a belorusz hatóságok, tehát nekik a legszörnyűbb. De látni kell, hogy ez egy olyan zsarolási taktika és technika, amivel akkor teszünk leginkább rosszat a maguknak, a migránsoknak és a menekülteknek, hogyha engedünk. Mert akkor még nagyobb mértékben és még szélesebb fronton fogják használni. Tehát ezt a naivitást, amiről tényleg már sokszor beszéltünk, ezt a széplelkűséget, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak egy póz, mert sokan tényleg még ebben a világban élnek, el kell felejteni. A világ az ilyen, hogy van, aki megfog 5 vagy 10 ezer embert, és játszik az életével. És mondom, a 2015-ös is ilyen volt, és nem ártana az Európai Uniónak elismerni, hogy Magyarország akkor a közös határokat védte egy hibrid fenyegetéssel szemben. Nem tudom, hogy Szemerkényi Rékának van esetleg ehhez hozzáfűzni valója, vagy ez egy európai bel dolog? Nem, azt gondolom, hogy abszolút módon hatása van a transatlanti kapcsolatokra is, hiszen egy olyan európai geostratégiai helyzet, amelyben nyilvánvaló a hatalmas nyomás, ami Európára nehezedik, az érzékelhető az Atlanti-óceán másik oldalán is. Ebben azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tud előrelépni a kommunikációban, a helyzet elemzésében a két oldal. Valóban nagyon kiemelt stratégiai kihívás ez. Köszönöm szépen. Utolsó lehetőség. Amennyiben nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek az értékes gondolatokat. Nagyon sokat tanultunk, szerintem még legalább 3 ilyen panelbeszélgetést is tudnánk erről tartani, a beszerzésekről, a különböző válságokról, arról, hogy egyáltalán mi fenyegeti Európát, és hol, miképpen lehetne föllépni, úgyhogy szerintem van tere még a további beszélgetésnek. Hadd köszönjem meg még egyszer a résztvevőinknek, Sztárai Péternek, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai államtitkárának, Demko Attila biztonságpolitikai szakértőnek, a Matthias Corvinus kollégium részéről, Stauber Péternek a CEPOL részéről, és Szemerkényi Rékának, aki Washingtonból volt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, akik a Facebookon követtek minket, azoknak is köszönjük az idejüket, a türelmüket, az érdeklődésüket, és nagyon szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!